Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Szeretettel köszöntöm testvéreimet, akik a rádiót hallgatják, vagy a tévét nézik, és bekapcsolódnak az ünnepi liturgiába. Igen, szokatlan körülmények között és módon végezzük ma ezt a szent ünnep liturgiáját. De ez azt hiszem a távolság, ami fizikailag elválaszt bennünket, nem akadályoz meg abban, hogy egyenként is, közösségben is közelebb kerüljünk Urunkhoz. A szent misét értetek, hívekért ajánlom, illetve mindazokért, akik a járvány idején szenvednek bármilyen módon, és akik szeretetükkel gondozzák, ápolják őket, és vegyük bele az elhunytakat is, akiknek örök üdvösségéért is imádkozom. Hallgassa meg az Úr kéréseinket. Elhunyt Mercedesért ajánlom. Elhunyt Antalért, Andrásért, Erikáért és hozzátartozókért ajánlom. Kedveseim, a nagybőjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jó cselekedetekkel már igyekeztünk előkészíteni. Az egész egyházzal együtt lélekben most előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és föltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor fölment Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról. Lépjünk mi is lélekben az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszt hordozásban, föltámadásának és örök életének is részesei lehessünk. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus király nyomába, ő általa egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Menjél.
Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Máté könyvéből! Dicsőség neked, Istenünk! Amikor Jeruzsálemhez közeledve, az olajfák hegyére, Betfagéba értek, Jézus elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal. Menjetek előre a szemközti faluba, ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve és vele csikóját. Oldjátok el és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mindjárt elengedi őket. Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta jövendölt. Mondjátok meg Sion lányának, íme, a királyod érkezik hozzád, szelíden, szamárháton ülve, egy teherhordó állat csikóján. A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és csikóját, letakarták ruháikkal, ő pedig felült rá. A tömegből nagyon sokan az útra telítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott, Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsanna a magasságban. Amikor beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették, ki ez? A tömeg pedig felelte, ő a próféta, Jézus, a galileai Názáretből. Ezek az evangélium igéim. Áldunk téged, Krisztus! Mindenható örök Isten, üdvözítünk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött, és vállalta a kereszt halált. Segíts jóságosan, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk föltámadásában, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Izaiás így jövendől a megváltóról. Ezt mondja az Úr szolgája. Isten az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy ráhallgassak, mint a tanítványok. Isten az Úr nyitotta meg fülemet, s én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköbdöstek. Isten az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Szent Máté szerint. Abban az időben Jézust Poncius Pilátus helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle, te vagy-e a zsidók királya? Jézus ezt felelte, magad mondtad. S miközben a főpapok és a vének vádaskodtak ellene, ő nem szólt egy szót sem. Pilátus végül megkérdezte, nem hallod, mi mindennel vádolnak? Ő azonban neki sem válaszolt egyetlen szóval sem, és a helytartó nagyon csodálkozott ezen. Szokásban volt, hogy az ünnep alkalmával a helytartó szabadon bocsát egyet a foglyok közül, akit a nép kíván. Volt akkor egy Barnabás nevezetű hírhet rabjuk. Amikor összegyülekeztek, Pilátus megkérdezte, mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, Barnabást vagy Jézust, akit Krisztusnak is neveznek. Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták őt a kezébe. Míg ott ült ítélőszékében, a felesége üzenetet küldött neki. Ne avatkozz annak az igaznak a dolgába. Ma éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta. De a főpapok és a vének felbíztatták a népet, hogy Barrabást kérjék, Jézust pedig veszítsék el. Amikor tehát a helytartó feltette a kérdést, mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül? Ők ezt válaszolták, Barrabást. Erre Pilátus megkérdezte, és mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak neveznek? Mindannyian ezt felelték, keresztre vele. Ő újra kérdezte, de hát mit követett el? Mire azok még hangosabban kiáltozták, keresztre vele. Pilátus látta, hogy semmire sem megy velük, sőt, csak fokozódik a zavargás. Ezért vizet hozatott, és a nép szeme láttára megmosta a kezét ezekkel a szavakkal, én ártatlan vagyok ennek az igaznak vére ontásában. Ez a ti dolgotok. Erre az egész nép így kiáltott, a vére rajtunk és gyermekeinken. Ekkor szabadon bocsátotta nekik Barrabást, Jézust pedig megostoroztatta, és elrendelte a keresztre feszítést. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész helyőrséget. Levetkőztették,
bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből koronát fontak és a fejére helyezték. A jobbjába pedig nátszálat nyomtak, azután térdet hajtva előtte így gúnyolták: üdvözlégy, zsidók királya! Közben leköbdösték, elvették tőle a nádat, és a fejét verték vele. Miután így csúfot üztek belőle, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruháiba, és elvezették, hogy keresztre feszítsék. Amint kifelé haladtak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel. Őt kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét. Végül odaértek arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz koponyák helyének hívnak. Itt epével kevert bort adtak neki. Ő megízlelte, de nem kért belőle. Azután keresztre feszítették. Sorsot vetve szétosztották egymás között a ruháit, majd letelepedtek ott és őrizték. Feje fölé odaírták elítélésének okát: ez Jézus, a zsidók királya. Ugyanakkor két rablót is keresztre feszítettek vele, az egyiket jobbról, a másikat balról. Akik arra jártak, káromolták őt, bólogattak a fejükkel, és ezt mondták: le akartad rombolni a templomot és harmadnapra fölépíteni? Szabadítsd hát meg önmagadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Ugyanígy gúnyolták őt a főpapok is az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya ő, hát jöjjön le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, mentse meg őt most, ha akarja, hiszen azt mondta, az Isten fia vagyok. Ugyanígy gyalázták őt a vele megfeszített rablók is. 6 órától sötétség borult az egész földre 9 óráig. 9 óra körül Jézus nagyot kiáltott: éli, éli, lamma sabachthani, azaz: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Az ott állók hallották ezt, és egyesek megjegyezték: ez Illést hívja. Egyikük mindjárt odafutott, fogott egy ecetbe mártott szivacsot, rátűzte egy nátszára, és inni adott neki. A többiek azonban ezt mondták: hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa. Jézus pedig még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És ekkor a templom függönye ketté hasadt, felülről egészen az aljáig. A föld megmozdult, a sziklák megrepedtek, sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Az ő feltámadása után előjöttek a sírokból, és bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megrémültek, és így szóltak: ez valóban Isten fia volt. Ezek az evangélium igéi. Szeretett testvéreim, Isten népe!
Lázár föltámasztása után igen érdekes idő következett. Dúsgazdag ember volt Lázár, ezt az is bizonyítja, hogy az üdvözítő számtalanszor, amikor Jeruzsálembe volt tanítványaival, az ő vendégszeretetét és családja vendégszeretetét élvezte, néha heteken keresztül 13 magával. Hát aki erre képes volt, az bizonyára nem volt valami szegény, és az is valószínű, hogy igen ismert ember volt. És amikor elterjedt a híre, hogy 4 napja sírban fekszik, és Jézus föltámasztotta őt a halálból, akkor egyszerűen mind az emberekben nyilvánvalóvá vált, hogy megtaláltuk azt, aki az ember legfélelmetesebb, legrettegettebb dolga fölött, a halál fölött is Úr. Ugyanakkor ez kiváltotta a nép vezetőinek a haragját is, oly mértékben, hogy eldöntötték, Jézusnak meg kell halnia. Természetes dolog, hogy a közelgő ünnepek, amikor ugye húsvétra szinte az egész ország népe Jeruzsálembe zarándokolt, mindenkiben ott volt a kérdés, vajon eljön-e Jézus? Mert ha eljön, minden bizonnyal beteljesítik, amit ígértek, hogy meg kell halnia. De ha félelmében nem jön el, hát milyen messiás az, aki megriad a nép vezetőitől. Tehát hatalmas izgalommal várja az egész Jeruzsálem, az ott lévő hatalmas tömeg, hogy vajon eljön-e Jézus. És amikor megérkezik a város határába, eléje megy a nép és királyként ünnepli. Ez az ünnep valóban alkalom arra már, hogy mint egy előrevetítse húsvét dicsőségét, amikor ő maga föltámad és győz végleg a halál felett. Lázár még úgy halt meg, hogy aztán újra meg kellett halnia, de Jézus föltámadása a halál fölötti végső győzelem lesz. Természetes, hogy az újongó tömeg úgy fogadta, hogy fogadta. Pálmágakat tördestek, ruháikat rakták eléje, hogy mint egy élő szőnyekként úgy vonuljon be a városba. És amikor a nép vezetői számon kérik, miért engeded ezt, a végtelenül alázatos Úr Jézus azt mondja, ha ezek elhallgatnának, ha kövek szólalnának meg, és azok dicsőítenének. Elgondolkodtató, hogy ugyanakkor néhány nappal később ugyanaz a nép, amely királyként ünnepli, majd azt kiáltja, keresztre vele. A passió már ezt jelzi, amit ma felolvastunk, hogy a nagy hét kezdetével Jézus szenvedésére emlékezünk, igyekszünk mélyen átélni nem a szenvedést, hanem azt a titkot, hogy mekkora abban a szeretet, aki ilyen áldozatra kész övéért. Mi nem a szenvedésben kéjelgünk, hanem hálát adunk Isten irgalmas és végtelen szeretetéért. Én úgy vettem észre, a történelem tanúsága szerint minden nagy kultúra a városokban bukott el. Kezdve Babilontól, Jeruzsálem pusztulásán keresztül a Római Birodalom összeomlásáig mind-mind a városokban dőlt el. És én azt hiszem, ez ma is így lehet. Ennek az egész folyamatnak egyetlen egy kivétele volt Jézus Krisztus követői. A keresztény városok, amik igazán Krisztus követők voltak, mind megmaradtak. Ma is egy nagyon nehéz világban élünk, minden szempontból. Nem csak a vírus, hanem annyi más vírus mérgezi a világot, amivel szemben nem tudjuk másképp fölvenni a harcot, csak Krisztus erejével, következetes keresztény életünkkel. Most a nagy hét elején, mikor bekapcsolódunk az egyház legnagyobb ünnepének megülésébe, különös szeretettel kérlek benneteket, mint egy nagyszent János Pál pápa szavaival, nyissátok meg a városaitokat Jézusnak, nyissátok meg a kapuitokat, az otthonaitokat Jézusnak, nyissátok meg a szíveteket Jézusnak, hogy ez a Jézus, aki szeretetével odáig ment, hogy életét adta értünk, töltse a mi szíveinket is szeretettel, hogy ne ember embernek farkasa legyen, hanem egymásért élő testvérekké váljon az egész világ.
Kérjük a mi áldott üdvözítőnket, aki ezt a békét, ezt a szeretetet akarja mindnyájuk szívébe. Segítsen bennünket abban, hogy ebben a rendkívüli módon ünneplendő húsvétban is az ő kegyelme eláraszt a szíveinket, benne békesség, öröm és szeretet fakadjon. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hogy megváltó királyunk, mindenkor hűségesen maradjunk hozzá. Urunk, ismerje fel minden ember, hogy önfeláldozó szenvedésed árán váltottál meg bennünket. Tedd készségessé egyházad tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére. Keresztedből fakadjon béke és egyetértés minden nép számára. Egyesíts szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel, hogy egyek lehessünk veled a mennyei boldogságban is. Megváltó kereszt halálod által adj örök életet az elhunyt híveknek. Úr Jézus, te vonakodás nélkül vállaltad a kereszt halál gyötrelmét néped üdvösségéért. Taníts meg minket az áldozatos szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségben, általad ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicsérete és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, egyszülött fiat szenvedés engeszteljen ki téged irántunk, s amit cselekedeteinkkel nem tudunk kiérdemelni, ennek a végtelen értékű áldozatnak érdeméből adja meg nekünk a te irgalmad, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a emeljük föl szívünket. Föleltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Miért jó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Bár ő maga semmit sem vétett, az ítélet ártatlanul érte, a bűnösökért mégis szenvedést vállalt. Az ő halála bűneinket elvette,
föltámadása pedig megigazulást adott nekünk. Az ő dicsőségét vallja az ég s föld, vallják az angyalok és főangyalok, hangos szóval hirdetik, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, és hittel valljuk föltámadásodat, ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben,
minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, Urunk, ne vétkeinket nézed, hanem egy házat hitét, s őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Kedves testvéreim, minden szent áldozásban lelki áldozást is végzünk. Most, amikor nem tudunk az úroltárához járulni, marad a lelki áldozás. Ehhez járulva mondjuk közösen most imádságunkat. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívemben. Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat veled. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Most pedig mondjuk közösen az eukarisztikus kongresszus imáját. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Könyörögjünk! Mennyei eledellel tápláltál minket, Istenünk, könyörögve kérünk, hogy akik szent fiat halálából már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, föltámadásának erejéből eljuthassunk oda, ahová törekszünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Szeretettel közlöm a kedves testvérekkel, hogy a Nagybőjt 6. vasárnapja, virágvasárnap, ha tetszik, pálmák vasárnapja van. Megünnepeljük az Úr Jézus bevonulását Jeruzsálembe. A mai nappal kezdetét veszi a nagy hét. Holnap, holnap után és nagy szerdán reggel a szokott időben 7 órakor lesz szent mise. A szent három nap, nagy csütörtök, nagy péntek és húsvét ünneplése a következőképpen alakul. Nagy csütörtökön este 6 órakor a bíboros atya mutatja be az utolsó vacsora emlékezetét. A tévé közvetíti a Mária kápolnából, tehát innen. Nagy pénteken délelőtt 9 óra valóságban is történt, keresztutat végzünk az altemplomban, amit Mohos Gábor püspök atya fog vezetni, ezt is közvetíti a tévé. Nagy pénteken délután 3 órakor ünnepeljük az Úr szenvedését és megváltó halálát.
A liturgiát én fogom vezetni, a káplánatyákkal együtt végezzük. Ne feledjük el, nagy péntek, szigorú böjti nap, ami annyit jelent, hogy ezen a napon húst egyáltalán nem lehet enni. Aki elmúlt 18 éves és még nincs 60 esztendős, az egyszer lakhat jól, és még kétszer vehet magához kevés táplálékot, nem jó lakásig. Figyeljünk oda erre, kedveseim, nem olyan nehéz ezt megtartani. Néha nekem az az érzésem, arra odafigyelni, hogy ma böjt van, mint a szinte nehezebb, mint magát a böjtöt megtartani. Ezt azért tudom, mert nagyon sokszor utána az ünnepek után jönnek, hogy jaj, elfelejtettem, hogy nagypéntek van. Hát hogy lehet azt elfelejteni? Nagyon figyelmetlennek kell lenni hozzá. Hát ne legyünk ilyenek. A feltámadási szertartás nagyszombaton este 6 órakor kezdődik, ugyancsak itt a Mária kápolnában, amit a bíboros atya fog végezni a föltámadási szentmisével. Húsvét vasárnap délelőtt 11 órakor ugyancsak bíboros úr ünnepi szentmiséjét láthatjuk a Duna TV-n. Kedveseim, ez a Szent Három Nap, ami katolikus hitünk legszentebb ünnepség sorozata. Sajnos nem lehetünk itt a templomban, de én azt hiszem, hogy nagyon sok lehetőséget rejt magában az is, ha megpróbáljuk erre az ünnepre összehozni a családunkat. Oly sokan vannak egy családban, akik még húsvét vasárnap sem mennek el templomba, csak egyesek. Na most nagypéntektől már mindenki otthon van. Próbáljuk meg kicsit összeszedni a családunkat, hogy ne csak karácsony este legyen a család ünnepe, hanem ahogy egykor az első keresztények, akik ezt a három napot együtt töltötték, imádságban, eleinte böjtben, majd igazi ünneplésben, húsvétkor. Családunkat próbáljuk meg összeszedni és meggyőzni őket arról, hogy nincs más igazság, csak a Krisztusé, nincs más igazság, csak az az egy, amit az Úr tanított nekünk. Jó lenne, hogyha kicsit kiéheznénk ebben a nagyon visszaszorított életünkben, ugye most mindenki a lakásához van szintúgy kötve, és vágyódnánk utána, hogy amikor elérkezik az idő, akkor majd valóban Isten népének közösségében együtt ünnepelhessük az Eucharisztiát. Addig azonban, ugye ilyenkor előírás, hogy legalább húsvét táján mindenki szentségi gyónást végezzen. Sajnos erre most nincs lehetőség, de ahogy van lelki áldozásra lehetőség, a tökéletes bánat fölindítására is van lehetőség. Igyekezzünk őszintén megbánni bűneinket, és kérni az Úr Jézustól, hogy irgalmas szeretetével bocsásson meg nekünk, és amikor majd lehetőség nyílik rá, akkor tényleg végezzünk szentségi gyónást, most pedig akár egymástól is, otthon is nyugodtan kérjünk bocsánatot. És én azt hiszem, hogy ilyen körülmények között is lehet nagyon szép, csodálatosan megélt ünnep az idei húsvétunk is. Ehhez kérjük az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, legyen áldott az Úr neve, most is segítségünk az Úr nevében, aki az egyen és a földet hallotta, s áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ér, menjetek békében. Istennek legyen hála. Thank you.
Thank you.